Isten abban mutatta meg irántunk való szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt mérettünk, amikor még bűnösök voltunk. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva énekeljük szép nagypénteki énekünket, Ó Krisztus fülte zúzott, 341. dicséretünknek első verszakát énekeljük. Ó Krisztus fülte mindenkit. Valaki úgy mondja, ez a legnagyobb ünnepünk, mi reformátusok, így valljuk, hogy nagypéntek az egyik legnagyobb ünnepünk. Isten hozott mindenkit, és miközben ünnepelünk, egyszerre megrendült a szívünk, és ezt kívánják az énekek is elmélyíteni, ezt a fajta megrendülést, úgyhogy közben fel is emelnek bennünket a mi megváltónkhoz. Így énekeljük a 342-es dicséretünket végig, Jézus világ megváltója. Jézus világ megváltója,
Nagyon szép ez az ige. A hatodik versben azt énekeltük, hogy sebeidben szívemet vedd, ó, nyíljál fel piros forrás. Ezt szerettük volna jelképezni itt az úrasztalán lévő díszel is, hogy az Istennek a fiának a szenvedéséből, hogy rajta volt a kövis koszorú, mégis élet támadt. Ugye a szenvedés és a szeretet az összetartozik, és a keresztnek, nagypénteknek ez a csodája. Istennek igényt olvasom Lukács evangéliumából, a nagypénteki történetet. Lukács evangéliumából olvasom most a 23. fejezetből a 32. verstől a 43. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháim. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, ments meg magadat. Felirat is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus, ments meg magadat és minket is. De a másik megrótta, és ezt mondta neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanaz a ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki. Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Isten tegye áldottá az igéjét, köszöntjünk és fennünk, ezért imádkozunk most fennem. Mennyei Atyánk, Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Jövünk most eléd, minden megtörtségünkkel, minden gyengeségünkkel, minden betegségünkkel, minden fájdalmunkkal. Jövünk a testi gyötrelmeinkkel, és jövünk a lelki gyötrelmeinkkel is. És jövünk eléd örömeinkkel, hálaadásainkkal, hogy annyi jót tettél velünk az elmúlt héten is. Ha számba kellene venni, ki tudná azt felsorolni. Itt egyen-egyenként mennyi jót tettél velünk, és ha így közösen összeraknánk, Urunk, olyan jó lenne együtt dicsőíteni téged mindezekkel, együtt hálát zenve. De most ezért vagyunk itt, hogy ezt megtegyük. Hogy neked adjuk a dicsőséget, hogy tiéd legyen a tisztelet, a hatalom. Mert bár úgy tűnik, hogy nagypéntek nem erről szól. Úgy tűnik, hogy az emberek gonoszsága győzedelmeskedett. Úgy tűnik, hogy a csúfolódók győztek, az árulók. Azok, akik irigykedtek. De Uram, mi már tudhatjuk, és ezért jöttünk ma ide eléd, hogy dicsőítsünk téged. Mi már tudhatjuk, hogy a kereszt az a győzelemnek is a jelképe. Hogy ott győzted le minden gonoszságunkat, ott szenvedted el minden betegségünket, ott törölted el a mi fájdalmainkat. És ott vetted el, Urunk, a halálnak
minden erejét. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy így jöhetünk ma eléd. Téged akarunk látni újra és újra. Nyisd meg a szemünket, hogy lássuk a te erődet. Nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük, hogy a keresztben micsoda erő van. Hadd, Urunk, hogy ma ne csak a szenvedést lássuk, hanem a keresztnek a lehetőségét is. Jöjj, Szentlélek Isten, tehát áldotta az igét. Köszönjük, hogy majd láthatjuk a testélet igét is, és magunkhoz is vehetjük majd a testélet igét. Köszönjük, hogy táplálsz bennünket. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, és hadd tudjuk elfogadni ma mindazt, amit te elkészítettél nekünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És az ige hirdetésre készülve énekeljük. Mi nagy az Isten szerelme. Ez egy gyülekezeti énekeskönyvi igény. Most kíséret nélkül fogjuk énekelni. Mi nagy az Isten szerelme, nem mérhető mértéke, hiszed szülött fiát küldte, hogy minket így megmentsen. Hirdetni kívánom közöttetek nagypéntek örömüzenetét, az evangéliumot. Írva található Máté evangéliumának a 7. fejezetében. Tehát megyünk tovább Máté evangéliumán, nem szakítjuk meg a sorozatunkat. A következő ige szakasz Máté evangélium a 7. fejezetéből a 21. verstől a 23. versig. Jézus mondja: nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram,
hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát. És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Többeteknek biztos van már olyan istentiszteleti élménye, amikor azt éljük meg, hogy zajlik az istentisztelet, halljuk a prédikációt, és belül valami megszólal bennünk, hogy honnan tudja a lelkész, hogy most pont ezek történtek velem a héten. Csak nem kibeszélte neki valaki, honnan tudja, hogy milyen lelki harcot vívok. Hát pont ezekkel küzdök, amikről beszél. Biztos többöltöknek ismerős már ez az érzés. Olyan, mintha rólam szólna. Hát honnan tudja ez a lelkész? Ez jutott eszembe egy héttel ezelőtt ez az élmény, amikor már tudtam, hogy ez a Máté evangéliumi ige, ez rám esik, és pont így nagypéntekre. Isten lelke hogyan tudta így a naptárt kiszámolni? Jó, mondhatnánk, hogy tervez a nagy tiszteletű úr, de igazából ő se számította ki ezt ennyire, hogy pont ez az ige nagypéntekre fog esni. Isten lelke az, ami tudja, az, aki tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Summázva ugyanis testvérek, ez a Máté evangélium ige, ez a 7. rész, 21-től 23. versig, ez az ige az Isten országába való bejutás problémájával foglalkozik. Az Isten országába való bejutás problémájával foglalkozik, és valljuk meg őszintén, hogy nagy pénteken testvérek. Jézus Krisztus kereszt halála pont ezt a problémát oldja meg. Arra hívlak ma titeket, amit jól szemléltek egy példa. Ugyebár amikor szurkolunk a kedvenc, mondjuk foci csapatunknak, és sikerül győzni az általunk szeretett félnek, akkor azt szoktuk felkiáltani, hogy nyertünk, nyertünk, többet szám első személybe. Pedig hát nem is mi futkároztunk 90 percig kergetve a labdát, de átéljük, hogy mintha nem is a kis padról néztük volna az egészet, hanem az a győzelem a miénk is. Hogy mi is küzdöttünk ezért a győzelemért, és mi is örülhetünk ugyanannyira, mint maguk a sportolók. Szóval arra hívlak ma titeket, hogy így van ez az Isten országának a témájával is, meg az oda bejutás témájával is, hogy ez a mi ügyünk. És nem jó külső szemlélőként a kispadról nézni az egészet. Nem elég csak kommentálni, hanem átélni kell és benne lenni. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nem mindenki megy be a mennyek országába. Mi is az a mennyek országa? Máshol így fogalmaz Máté evangélista, ugyanazt érti alatta, az Isten országa. Mi is az az Isten országa? Mi ország alatt, pláne napjainkban, nagyon statikus dolgot értünk, egy bizonyos határvonalakkal elkerített területet értünk ország alatt. És hogyha átlépjük a határt, akkor már egy másik országba vagyunk. A határ az egy nagyon fontos vonal. Azaz, amihez igazítjuk a mi hovatartozásunkat. Ehhez az országhoz tartozunk, vagy amaz országhoz tartozunk. Melyiknek vagyunk a polgárai, a honpolgárai? Az Isten országa viszont nem egy ilyen statikus ország. Ha ezen kezdünk el gondolkodni, akkor ne arra gondoljunk, hogy országhatárok vannak, és az Isten országa is egy ilyen hely, aminek megvannak a határai.
Még csak nem is az egekre kell gondolnunk, hogy az Isten országa fenn van az égben. Igazából az Isten országa azt jelenti, testvérek, hogy az Istennek az uralma. Az Istennek az uradalma. Ott van jelen az Isten országa, ahol ő uralkodik. Nem egy statikus hely tehát, hanem nagyon is dinamikus valóság. Isten bár mindenhol jelen van, ezt valljuk. Isten mindenhol jelen van. De ott érezhető testvérek az ő uralma, ahol cselekszik az emberek az ő akaratát. Ott van jelen az Istennek az országa, az Istennek az uralma, ahol cselekszik az Istennek az akaratát. Ahol meglátszik az ő uralkodása és annak gyümölcsei. Isten mindenhol jelen van, de Isten országának áldásai ott érezhetőek, ahol cselekszik az emberek, a benne lévő emberek az ő akaratát. Tudjátok, úgy vagyunk ezzel, igazából, hogy két világban élünk. A bűneinkkel kiszakítottuk magunkat az Isten országából, az Isten uralmából. Ebben most nem megyek bele, már többször prédikáltunk erről. A bűnesekről, az ősbűnről, amikor az emberiség a bűnt választotta is, uralkodójának nem Istent, nem Jézus Krisztust, hanem a világ fejedelmét választottuk. Az az igazság, hogy két világ van, és hogy alapjáraton már nem az Isten országában élünk, ahol Jézus Krisztus az Úr. Nem. És az életünk pont emiatt tele van hiányérzetekkel, amiket pótolni akarunk innen-onnan, de nem sikerül, mert azok mind az Atya Istennél vannak. Azok mind az ő uralmában találhatóak. Amiket sokszor érzünk, hogy annyira jó lenne a békesség, annyira jó lenne a szeretet, annyira jó lenne az egység, a mértékletesség. Ezek mind az Isten országának a kincsei. Ezek mind nála vannak, az ő uradalmában, aki újra és újra hazahív minket. Múlt héten Károly pont erről prédikált, hogy Jézus azért jött, hogy megmutassa az utat, hogy hogyan lehet visszatérni az Isten országába. Hogyan lehet belépni az Isten országába, átlépni azon a szoros kapun. De jogosan feltehetnénk azt a kérdést egyébként, hogy miért érdemes belépni egyáltalán az Isten országába? Miért érdemes egyáltalán foglalkoznunk ezzel a kérdéssel? Hát jó itt nekünk, nem? Megvan a kis családunk, megvan a kis családi házunk, lakásunk. Van mit ennünk, van mit innunk. Eldolgozgatunk, eltelnek a napjaink, jól el vagyunk. Minek kellene nekünk bejutni az Isten országába? Minek kellene egyáltalán nekünk foglalkoznunk ezzel a témával? Mi köze van az életünknek ehhez? Mi hasznom származik ebből? Miért foglalkozzak ezzel? Kb. 10 évvel ezelőtt valaki azt mondta nekem, hogy én még mindent eddig megoldottam az életemben, nekem nincs szükségem Istenre. Akkor pillogtam egy nagyot, de azóta sajnos látom, hogy egy széthullott házasság peremén küzd, a gyerekeit is teljesen maga ellen fordította. Egyre inkább úgy látom, hogy az ügyesek is elbuknak, és nem tudják megoldani. Mert pénzzel nem tudjuk meggyógyítani az autista gyerekünket, erőből nem tudunk szeretni, agykontrollal nem tudjuk az életünket megszabadítani a pánikrohamoktól. Az ügyesek is elbuknak. Közünk van az Isten országához, mert akarunk egy jobb világban élni. Akarjuk azt a jobbat, mert érezzük, hogy nem megy. Isten országáról azt írja Pál apostol, hogy ott igazság van, békesség és Szentlélek általi öröm. Jó ott lenni. Azért
érdekes, ami számunkra az Isten országának a kérdésköre, mert Isten meg akar hívni bennünket egy jobb életre. Jó az uralma alatt lenni, mert ott megszületik az igazság, a békesség és a Szentlélek általi öröm. Az Isten egy olyan gondos gazda, aki az életedben jó termést akar adni és gyümölcsöket. És azért sem nézhetjük, tudjátok, a kispadról ezt az egész témát, és valóban nem elég az okos komment, mert ez az ige, amit felolvastam, elintárja azt, hogy lesz számadás. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram. És akkor kijelentem majd neki, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosz felünk. Az életünk végén legyen az bármikor. Akár fiatalon, akár középkoron, akár idősen betegen. Megmérhetünk. Az életünk végén van számadás. És van mérce. Ebben szinte, tudjátok, minden vallás közös. Hogy lesz vége az emberi életnek, és ott a végén pedig meg kell állni valaki előtt, és lesz ott egy mérce, ami alapján beléphetünk-e a paradicsomba, az Istennek az országába, vagy nem? Vagy kívülesünk? Tudjátok, már a régi egyiptomiaknak a halottak könyvében is ott van ez. És nagyon érdekes, ahogy utána olvastam és hallottam, hogy még már ebben az ókori könyvben is, ebben a halottak könyvében is, ott van a mérce, és az olvasható, hogy Uram, kifizettem neked, mert adtam enni az éhezőnek, adtam inni a szomjazónak, a mezítelent felruháztam. Benne vannak ezek a szavak az ókori egyiptomi halottak könyvébe, és talán valakinek, ki vágyfülű, már ismerősen csengenek ezek a szavak. Hogy Jézus is mond ilyet. Amikor a számadás lesz, elválasztja az övéit, a nem övéitől, és a mérte az lesz, hogy adtál-e enni az éhezőnek, adtál-e inni a szomjazónak, a mezítelen felruháztad-e. Aki börtönben volt és beteg volt, meglátogattad-e. És Jézus itt, a hegyi beszélben azt mondja, hogy ez a mérce, testvérek, a cselekedeteink lesznek. Hát jól odaszól a nagy hívőknek. Jól odaszól ezeknek a tanítványoknak, meg akik már most a jó ideje hallgatják őt. És eléggé nagy lelkű az egyszerű emberekhez, ha meggondoljuk. A cselekedeteink alapján. A mérte az, hogy az Uram, Uram után, amivel végső soron kezdődik amúgy az Istennel való kapcsolatunk, nem? Tehát amikor már Úrnak valljuk Jézust, akkor már elindul az Istennel való kapcsolatunk. De az számít, hogy utána majd mi következik. Ott vannak a cselekedeteink is. Van a szeretetből fakadó cselekedet. Sőt, tovább megy itt Jézus, és azt mondja, cselekedtük-e az ő mennyei atyának akaratát. Mi lehet a mennyei atya akarata? Isten elgondolása és Isten fáradozása a Bibliában egyértelmű. A teremtés és az üdvözítés. Isten akarata nem más, mint ennek a kettőnek a cselekedete. Ezen fáradozik. Teremtésen, az újjáteremtésen, az üdvözítésen. Éppen ezért a mennyei akaratot, a mennyei atya akaratát tenni nem más, mint együttműködni vele ebben a kettőben. Az a feladatunk, és akkor teljesítjük a mennyei atya akaratát, amikor önmagunk és a másik embernek az üdvösségén munkálkodunk. Amikor segítjük önmagunkat is, és a másik embert is az Isten országának az Isten országába való bejutását, vagy az Isten országának a megélését.
akkor cselekedjük az Isten akaratát, amikor együtt munkálkodunk vele a teremtésben és az újjáteremtésben, az üdvözítésben. Nagyon nehéz gondolat. De a Bibliában egyértelműen így van. És itt értettem meg azt, és itt éreztem meg azt, testvérek, hogy megérkeztünk nagypéntekre. A mennyei Atya akaratát cselekedni. Önmagam és a másik ember üdvösségén munkálkodni. Nem rombolni, nem pusztítani, hanem teremteni. A másik ember életében nem rombolni, nem pusztítani, hanem teremteni. Mert ugye melyikünk tudná ezt maradéktalanul teljesíteni? Mindannyian elbuktunk már. Már ott a szeretet cselekedeteinél. De mindannyian elbuktunk már a mennyei Atya akaratának a cselekvésében. Jézus Krisztus mondja ki ezeket a szavakat a hegyi beszédben, még a kereszt halál előtt. Jézus mondja ki ezeket a szavakat, de még a kereszt halál előtt. Van súlya. Cselekednünk kell a mennyei Atya akaratát. De ott van az, hogy nem tudjuk, hogy elbukunk. Kell törekednünk rá. Ez a feladatunk. Erre kaptuk a mandátumot, hívő emberként, hogy ezt tegyük. De elbukunk benne, újra és újra elbukunk. És ezért kellett a kereszt halál. Jézus Krisztus azért vállalta a kereszt halált, mert ez az igazság, hogy kell cselekednünk a mennyei Atya akaratát, és azok jutnak be, akik cselekszik a mennyei Atya akaratát, de mindannyian elbukunk ebben. Jézus Krisztus azért vállalta a keresztet, mert nem volt elég tanítani csak a szeretetről, értitek? Nem volt elég, hogy Jézus leült és tanított a szeretetről. Ha nem vállalta volna Jézus Krisztus nagypénteken a kereszt halált, testvérek, akkor az azt jelenteni, hogy az Isten szeretetének van határa. Ha nem vállalta volna Jézus Krisztus a kereszt halált, az azt jelenteni, hogy Isten szeretetének van határa. Pedig, amivel beléptem ide közétek, a római levélben található ige, hogy Isten abban mutatta meg a szeretetét, mi lettünk. Hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi bűnösök voltunk. Ha Jézus visszalépett volna a kereszt haláltól, az azt üzenné, hogy na, azt azért már, ez azért már mégse fér bele. Jó, hagyjál még, csúfolják, irigyeljék. Jó, ne legyen lakása, maradjon egyedül. Köpködjék, jó, kapjon korbácsot, verést, rendben. De halljon is meg. Na, ezt azért már nem. Ez azért már nem fér bele emberek. Azért mindennek van határa. A kereszt halál azt hirdeti, hogy Isten szeretetének nincsen határa. Akármilyen aljasságra vagyunk is képesek, és akármennyire is nem cselekedjük a mennyei Atya akaratát, az Isten szeretete még mindig körül tudja ölelni ezt a világot, testvérek, és benne téged is, engem is. Akkor is, amikor annyira káromoljuk őt, akkor is, amikor annyira gyűlölünk, és akkor is, amikor minket sebeznek. Az Isten szeretetének nincsen határa. Jézus ezért vállalta a keresztet, hogy ezt mutassa meg. Így dicsőítette meg az Atyát. Értitek? Ez kereszt nem az Isten haragjának a szimbóluma, hanem az Isten szeretetének a szimbóluma. Jó, és persze még sok minden másnak is. Szenvedésnek, győzelemnek, megváltásnak, magának is lehetne sorolni. De az Isten mérhetetlen szeretetének
a szimbóluma. Nem lett volna nekünk az jó, hogy hát Jézus csak úgy kiállja a korbácsolást, a megveretést, ezt a bónyolódást, aztán szépen magányosan elvonul egy kis házikóba, valahol egy poros fészekbe, kis falucskába, leír az életét, olyan kis megsavanyodott öreként jönnek néha hozzá, és jönnek hirdeti a szeretetet, meg nagyobbat tanít, néha meg is gyógyít valaki. Nem. Kellett a kereszt. Meg kellett halnia. Így dicsőítetett meg az Atya, és így mutatta meg Jézus, hogy az ő Isten, az Abba, az Atya, aki szereti az ő gyermekét, aki azt szeretné, hogy mi bejussunk az Istennek az országába, azt szeretné, hogy mi éljünk a mennyei uradalom minden gazdagságában. Tudjátok, csodálatos ez a történet, amit először felolvastam Lukács evangéliumából. Jézus az egyik latornak, az egyik gonosztevőnek azt mondja, még ma velem leszel a paradicsom. Ez az ember nem cselekedte a mennyei atya akaratát. Ez az ember nagyon messze volt ettől. Mégis ott a kereszt halálnál megérzett valamit Krisztusból, megérezte az isteni voltát, és kérte, hogy emlékezzen meg róla. És Jézus megadta neki az Isten országába való bejutást, ennek a gonosztevőnek. Pedig itt a Máté evangéliumában az ige az van, hogy távozzatok tőlem, ki gonosztevők. Ott meg befogadja, kinyitja neki a paradicsom ajtaját. A kereszttel elhirdeti, Isten szeretete határtalan, megbocsát neked és nekem, amikor nem cselekedjük az ő akaratát. Tennünk kell az ő akaratát, mert lesz számadás, van súlya mindennek, nem a kispadról nézzük ezt az egészet, testvére, hanem benne élünk. És ott van a lehetőség, hogy éljünk ezzel a szeretettel. Jézus Krisztus meghalt, értünk, el lehetett őt temetni, de amikor feltámadt, neki nem csak a szíve dobogott újra, hanem ugyanott folytatta, ahol abba hagyta. Ugyanúgy szeretett tovább. És Péternek megbocsátott, és a tanítványokat legetette, vendégül látta, és szeretett tovább. Ahogy Bőjte Csaba testvér mondja, hogy átdöpött szívvel is szeretett az Úr Jézus Krisztus. Éppen ezért nem mondhatjuk azt, testvérek, hogy mi nem tudjuk teljesen cselekedni az Atya akaratát. Persze, teljesen nem. De átdöpött szívvel is lehet próbálkozni. És ha megsebzett téged az élet, és nagyon sok fájdalmad van, és jogosak a fájdalmaid, mert nagyon megbántott vagy, vagy nagyon sok a terhed. Jézus keresztje azért ezt is üzeni neked, hogy átdöfött szívvel is lehet szeretni. Isten adja meg a mi számunkra, ilyenkor most veszük az ő Jézus Krisztusnak testét és vérét magunkhoz, erre emlékezünk, akkor átélhessük ezt a csodát, hogy értünk, hogy helyettünk, hogy miattunk. Szenvedett és szeretett. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva és egyszer, mint készülve az úrvacsorára, testvérek, szeretném kérni a vetítést, hogy ugorjunk egy éneket, kíséret híján, és énekeljük a 345-ös énekünket, annak is első versét, Én nagy Isten, most előtted szívem kitartom. Most előtted szívem kitartom, mert
Szeretett gyülekezet, gyertek és fennállva hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Minden evangélium megírja ezt. Ez az evangéliumok fókusza és lényege. Legbővebben mégis Pál apostoltól vesszük át, a Korintusiakhoz írt első levél 11. részében az apostol így vall erről a misztériumról, erről a titokról. Én az Úrtól vettem, amint át is adtam néktek, mondja Pál. Vagy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, ham az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdetitek, hirdessétek, amíg visszajön. Így fennállva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Előttünk vannak, Urunk, azok a fizikai valóságba csomagolt, mégis titkot hordozó ajándékok, egy falat kenyér, egy korty bor, amelyik hirdeti a te szeretetedet, amelyik áron adatott. Véren vásároltattunk meg, mind abból a hiába valóságból, mind abból a majd mi megmutatjuk, hogy meg tudjuk csinálni típusú hozzáállásból, amelyből nincs más, aki megváltson minket, csak te. Előttünk van ez a két jegy, egy falat kenyér és egy korty bor. Talán jelentéktelennek tűnne, mennyiségileg. Mégis ez hordozza számunkra az életet, mert a hallott igével, amit az imént is hallottunk az ige hirdetésben, a te szabad tolmácsolásában, a hegyi beszéd misztériumában, és hogy miközben itt vagyunk és hallgatjuk a te szent lelked, megérít bennünket, egy falat kenyér és egy kortból bor életté válik. Mert emlékeztet, mert jelenvaló módon emlékeztet minket. Nem csak a múltra, hanem arra, hogy te ugyanaz a szerető Krisztus vagy, akire úgy volt szükségünk, mint aki nem pusztán szenvedett, hanem meghalt és feltámadott értünk. Köszönjük, hogy ezt a komolyságra hisz minket, ezt a komolyságot szeretnéd tőlünk, hogy mi is ilyen komolyan szálljuk oda magunkat. Köszönjük, hogy így adhatunk számot még ebben az életben előtted, hogy a végső számadáskor is azzal a nyugodt lelkiismerettel léphessünk eléd. Nem a magunk cselekedeteiért, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Jézus Krisztus által, egyedül a Szentírás titkán keresztül, egyedül a te dicsőségedre. Amen. Mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent életben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szenteknek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Egyházunk rendje szerint kérdeztek benneteket, hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha így van, felel, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a Szent Vacsora összeköt bennünket nem csak a fővel, aki az asztalfőn ott van lelkiekben Jézus Krisztussal, hanem mindazokkal, akik körülbeveszik ezt az asztalt az ő népével, az egyházzal, ennek a szövetségnek a jele és pecsétje az Úr Vacsora. Ha így van, ha ezt hiszed, akkor mondd te is, hogy hiszem és vallom. Hiszem és vallom. És végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatú. Ha így van, feleljük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az Uramnak erre elhívott szolgája, hirdettem ti nektek a ti bűneiteknek bocsánatát, az örök életet, a feltámadás misztériumát, mindezeket Jézus Krisztus halálában és feltámadásában. Egyedül az ő kegyelméből, hitáltal, az ő dicsőségére. Amen. Foglaljuk el a helyünket, immár minden kész, az úrvacsorának a gyakorlati menetét szeretném elmondani. Az úrasztalától balra veszük majd a kenyeret, és itt az úrasztalától jobbra majd a kelyhet, a bort. Bátorítom először ezt az oszlopot, hogy ti gyertek előbb, kenyér, bors, úgy mehet, tudtok a helyetekre menni, és aztán majd érkezik ez a csapat, ez az oszlop. Ha úgy kényelmesebb, akkor úgy tesztek egy kört arrafele, ha elfértek már itt is, akkor így ezt a rátok bízom ott, ahol az elején majd megindultok. Van gluténmentes kenyér és alkoholmentes szőlőlé, tehát ha valaki ilyen kenyeret vagy ilyen szőlőlőt kér, akkor kérem, hogy vagy nekem, vagy a feleségemnek azt, amikor ott álljázni, hogy gluténmentes kenyeret kérek, vagy szőlőlőt kérek, és akkor azt fogjuk majd oda adni. Hívjuk és bátorítjuk a református egyházunk konfirmált tagjait, akik így a gyülekezetünk tagjai erre az úrvacsorai közösségre. Őket hívjuk és várjuk tehát, azok, akik nem jönnek ki az úrasztalához, azok pedig énekszóval ugyanúgy együtt vagyunk az Isten tisztelet végéig, akkor nyugodtan maradjunk a helyünkön, majd balra-jobbra kimennek, akik ki akarnak menni úrvacsorázni, és az énekek pedig a 338-as, a 458-as és a 459-es ének lesz. Amint itt elrendezzük egy néhány másodperc az úrasztalát, és elkezdjük az éneket, az ének kezdésével lehet akkor érkezni. Let it go by Yeah.
Yeah.
Szeretett testvérek, mímeit szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, nem sokkal azelőtt, mielőtt keresztre adatott, s három napra rá legyőzte a halált. Azt mondja az apostol, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szerénységet, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, adjunk hálát. Akkor, amikor nagypénteken 3 órás sötétség lett, akkor, amikor földrengés, sziklák megnyílása, akkor, amikor egy lator, Krisztus mellett megfeszített lator megtérése adatott, amikor ennyi minden megrendült és történt azon a napon, köszönjük neked, hogy mi is most megállhattunk, és engedhettük azt, amit te akarsz nekünk adni, akár megrendülést, elménkben, amikor megpróbáljuk megérteni misztériumok misztériumát, titkok titkát, adtál megrendülést, vagy adsz még ebben a mai napban, az érzelmünk terén, bárhogy is legyen, hát, hogy a megrendülésünk eljuthasson odáig, hogy tesszük a te akaratodat, és így lesz közöttünk a te országod. Urunk, erre a te szent lelked ajándéka, a biztosíték, a reménységünk, akivel találkozhattunk ma is, aki mindig a lényegről beszél. Így köszönjük meg neked ezt az egész napot ma, meg a holnapot, meg a holnap után, meg az azután, hogy ezekben a órákban, percekben újra és újra átgondolhatjuk. Nem idő, feladat vagy másik ember hatalma alatt élünk, hanem az Isten országának uralma alatt élhetünk. Légy ezért áldott, és így mondjuk el együtt a tőled tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Családom nevében áldott ünneplést kívánok mindannyiótoknak, teljenek ezek a napok, percek, órák, az énekléseitek otthon, magatokban, imádságaitok, sétálva kint a természetben, vagy ha az eső miatt beszorulunk, akkor benti fohászaitok, akár családi körben lesznek a napokban, akár túlnyomó részt inkább magatokban vagytok, adassék meg ezekben az ünnepi napokban továbbra is Isten gazdag jelenléte, hadd fakadjon Krisztus szenvedéséből élet, ami számunkra ennek a valóságában vasárnap délelőtt 10 órakor tartjuk húsvéti úrvacsorás istentiszteletünket gyermekistentisztelettel együtt. Záró énekünk a 178. számú ének. Fogadjuk Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizzenek szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békességet. Istennek békességet. Szabad egymást elé is. Köszönjük, köszöntenünk egymást.